Üdvözlök mindenkit, Liza vagyok, ez itt a Végig Sima. Ez alkalommal azt nézzük meg, hogy mackó-e a mackó, vagy lehet, hogy turbán. Ezt a mintát itt én mindig is mackókötésként ismertem, gyerekkorom kedvenc mintája, és azóta is nagyon szeretem. Ezek a könyvek itt legalábbis jó része, viszont azt mondja, hogy ez itt nem mackókötés, hanem turbánkötés. A mackókötés ez a minta. Őszintén szólva, ezt én nem nagyon ismertem. Nézzük tehát, mit írnak a könyvek, mind antikváriumból való, úgyhogy nem egészen tökéletes az állapotuk. Az első, amit nézünk, Bános Mária kézikötés című könyve, 1969-ből, mackókötés címen, ezt a mintát látjuk. Azt írja, hogy kezdés páros szemszámon, első sor kettő sima, kettő fordított, a sor végén kettő sima, második sor, a sor elején egy fordított, két sima, két fordítottat ismétlünk, sor végén egy sima. Egyértelműen tehát ezt nevezi mackókötésnek, míg az én mackókötésem turbánkötés néven szerepel ebben a könyvben. Azt írja, hogy kezdés páros szemszámon, első sor, egy szemet ráhajtással leemelünk, utána egy sima, ezt ismételjük, második sor, az előző sorban simán kötött szemet most leemeljük úgy, mint az első sorban, a következő szemet és a tűnlevő szálat egy simával összekötjük. Hát elég bonyolult megfogalmazás, de egyértelműen a mackókötést írja le turbánkötés néven. Második kis könyv, tulajdonképpen nem mint a gyűjtemény, hanem kész darabok gyűjteménye, és valami miatt fontosnak találta kiemelni a turbán mintát, kötőtanfolyam, szintén Bános Máriától, 1971-ből. Itt már több gond is van, látjuk itt a patent minta, egyszer egyes patent minta, fekete-fehér fényképét, majd mellette, ez minden kétséget kizáróan a 2x2-es patent minta kell, hogy legyen, minden esetre itt turbán minta felirattal szerepel, és turbán minta alatt látjuk a mackó kötés felvételét, és a leírás is arról szól, hogy egy sima szemet kötünk, következő szemet nem kötjük le, hanem csak leemeljük, tehát nyilvánvalóan ennek a kötésnek a leírása turbán minta néven. Ez volt tehát a második, amelyik ezt hívja turbán mintának, amit én eddig mackókötésként ismertem. Következő könyvünk turbánkötés néven. Egyértelműen a fénykép és a leírás alapján is az általam mackókötésként ismert minta, és mackókötés néven, hát a fényképről nem mondanám egyértelműen, de a leírás alapján mindenképpen ez a minta szerepel, két sima, két fordított, ismétlés sor végén két sima, majd a második sor elején egy fordított, két sima, két fordítottat ismétlünk, sor végén egy sima. Ez a könyv pedig Bános Mária, 1980-ból. A harmadik könyv, amely alapján az én mackókötésként ismert kötésem bizony turbánkötés. Eddig tehát 3-0 a turbánkötés javára, de azt látnunk kell, hogy mind három könyvet Bános Mária jegyzi, tehát ezt vehetjük egy szavazatnak. A következő könyvünk turbánkötés,
egyértelműen az általam mackókötésként ismert minta képe és leírás, míg mackókötésként egyértelműen ez a minta szerepel képpel is, leírással is. A könyv pedig kötőmintakönyv, 87, de ez már második kiadás, 85-ből, Bánk Lászlóné, Gyulai Irén, Németh Józsefné. 2-0 tehát a turbán kötés javára. Következő könyvünk, mackókötés, egyértelműen az általam mackókötésként ismert, mint a képe és leírása. A másik mintát nem találtam. A könyv pedig aranykész kötés, mint a könyv. 1986, Moldován Katalin. 2-1 tehát a turbán kötés javára. Természetesen ennél jóval több könyv létezhet magyar szerzőktől magyar kiadásban, ahol szó van mind a mackó, mind a turbán mintáról, és akár még az arányok is változhatnak, de ha győzne is a turbán minta elnevezés ezzel a mintával kapcsolatban, én azt hiszem, hogy nekem ez mindig is a mackó kötés marad, úgyhogy ha a továbbiakban is így hívom, akkor ez azért van, legfeljebb meg fogom említeni, hogy az a mackó kötés, amit egyébként turbán mintának is neveznek. Jóval egyértelműbb a helyzet az orosz nyelvű irodalomban és szóhasználatban, ahol ez egyértelműen angol patent minta, még az angol irodalomban szóhasználatban ez briós minta, és a közép-keletről származtatják magát a mintát, még az elnevezést a francia slangből, ahol egyébként hibát jelent. Minden esetre kötöttem egy mintát az általam mackó kötésként ismert kötésből. 30 szemmel indultam, páros számú szemünk kell, hogy legyen, és általában a 30 szem simán elfér ezen a kis harisnya vagy zokni kötőtűn. És 30 szemet választottam a másik mintához is, mert először felületesen mindenhol azt olvasva, hogy páros számú szemre van szükségünk a mintához, gondoltam, legyen ez is 30 szem. Míg nem, pontosan meg nem néztem, hogy milyen mintával állunk is szemben. Ugye ezt itt mackó kötésként írják le, és egyértelműen azt írja kezdés páros szemszámon. Itt is mackó kötés, kezdés páros szemszámon. Következő nagykönyvünkben, ami már nem Bános Máriától származik, mackó kötés, kezdés páros számú szemmel. Ugyanakkor, ha megnézzük az ábrát, és egyáltalán értelmezzük a leírást, egyértelműen kiderül, hogy ez itt hibás. Itt nem elég, hogy páros számú szemünk legyen, itt muszáj, hogy négyel osztható számú szemünk legyen, ehhez még két szemet kell adnunk, és utána még a szélszem. Aztán ezt azzal akartam magyarázni, hogy van olyan könyv, ahol nem neveket adnak a kötésmintáknak, hanem egész egyszerűen csak jelzik, hogy páros vagy páratlan számú szemmel kell indulni. Gondoltam esetleg itt is erről van szó, de elég csak egyen lejjebb, vagy a következő oldalra nézni, ahol egyértelműen, jó, itt mondjuk páratlan számú szemek vannak 3 és 5, írja, hogy 3-mal vagy 5-tel osztható, de itt páros számú szemről 6-ról van szó, és egyértelműen írja, hogy 6-tal osztható szemszám, plusz 3, plusz 2 szélszem. Tehát ez itt egyértelműen hibásan szerepel, nem egy, de sok könyvben. Az én általam itt bemutatott könyvek közül mindegyikben. Ezt csak azért mondom, vagy azért is mondom, mert itt változtatnom kellett a kezdő szemszámon, hiszen a 30 szemmel való kezdés semmiképpen nem felel meg. 32-re kellett módosítanom, tehát itt 30 szem van, a tűn itt 32. A 30 szem átlagos mintából bőven elfér ezen a kötőtőn. Itt látszik, hogy a mackó kötés esetén milyen terjedelmes, milyen dús minta alakult ki. Gyakorlatilag, ha igazán meg akarnám mutatni, hogy is néz ki, akkor lehúznám a szemeket a tűről. Még itt két szemmel több
van a tűn, 32, és látszik a méretbeli különbség, ez nagyon-nagyon összehúzza a kötést. Nézzük meg most már egy kisebb mintán együtt a mackókötés kötését is, nekem ez továbbra is mackókötés marad, és ezt a másikat is. Először nézzük a mackókötést, amihez elegendő feltétel az, hogy páros számú szem legyen, de azért választottam most 24 szemet, hogy a másik kötésnek is megfeleljen, ahol majd ugye 4-szer osztható szemszámunk, plusz 2 kell, hogy legyen, 5-szer 4 plusz 2, 24 szem. De most a mackó kötésről van szó, ami tulajdonképpen egy 1x1-es patent minta változat. Egy sima, egy fordított. Ennek megfelelően kezdhetjük akár a sima, akár a fordított szemmel. Én most azt választom, hogy a simával indulunk. Szélszem, az első szélszemet mindig simán eltemelem, az utolsót pedig fordítottan kötöm majd. Szélszem tehát, és választom azt, hogy indulunk a sima szemmel. Utána következne egy fordított. Ehelyett azt kell tennünk, hogy egy ráhajtást teszünk a tűre, és a következő szemet átemeljük, nem kötjük, csak átemeljük úgy, szúrunk vele, mintha fordítottat kötnénk, és áttesszük a jobb tűre. Tehát van egy ráhajtásunk, majd beleszúrunk úgy a szembe, mintha fordítottat kötnénk, és áttesszük. Ezt ismételjük végig. Egy sima, egy ráhajtás, és áttesszük a következő szemet, de ezt a két mozdulatot egyé tehetjük úgy, hogy nem külön ráhajtás, beleszúrunk, átemeljük, hanem a fonalat az átemelendő szem mellé tesszük, azzal párhuzamosan beleszúrunk úgy, mintha fordítottat kötnénk, és átemeljük. Majd következik egy sima. Nagyon fontos, hogy amikor a fonalat a szem mellé fektetjük, az mindvégig párhuzamos maradjon vele, és így emeljük át tulajdonképpen egy szemet és egy ráhajtást, tehát itt ezzel dupla szemet képzünk. Ha a fonalat elfektetjük a szem előtt, akkor nem ezt fogjuk elérni, akkor csak egy szimpla szemünk lesz, egy olyan elől húzott szállal, amire semmi szükségünk nincs, tehát arra mindenképpen figyelni kell, hogy a fonal mindvégig párhuzamos maradjon vele, és egy szemet, ráhajtást együtt emeljünk át. Utána sima. A fordítottat úgymond kötés nélkül átemeljük, sima. Fordított, eltemel, ráhajtással, sima. Fordított, eltemel, sima. És mivel páros számú szemünk van, ha simával indultunk, akkor fordítottal fejezzünk be, ebben az esetben átemeljük a szemet ráhajtással. És a szélszem. Ez volt tehát az első sor. A szélszem után sima szemünk következik, de látjuk, hogy ez a sima szem most egy dupla szem, az előző sor átemelt szemének és ráhajtásának köszönhetően. De ez nekünk itt egy sima szem, simán összekötjük a szemet és a ráhajtást. Következik a fordított, amit ugyanúgy, mint előbb, ráhajtással átemelünk, kötés nélkül, sima, ahol dupla szemeket fogunk találni ezentúl, a fordítottat pedig kötés nélkül, ráhajtással átemeljük. Így haladunk végig. Sima, fordított, átemel, sima, ami dupla szem összeköt, fordított, ráhajtással átemel. Szélszem. Ez volt a második sor.
A harmadik sor következik, szélszem, és ugyanaz a helyzet, mint amit a második sorban találtunk, megint csak sima szemmel kell indulnunk, de ez a sima szem, kettős szem, dupla szem, az előző sor, átemelt szeme és ráhajtása következtében. Simával indulunk, tehát fordított jön, amit nem kötünk, hanem ráhajtással átemelünk, sima, ami dupla szem, összekötjük, fordítottat ráhajtással átemeljük, simát kötjük, átemeljük. Így haladunk végig. És a továbbiakban ezt az egy sort ismételjük, ha páros számú szemről van szó. Szélszem. Az is látszik, hogy az első néhány sor után elég zavarosnak tűnik ez az egész, és kötnünk kell néhány sort ahhoz, hogy aztán szépen kialakuljon ez a gyönyörű mackókötés. Kötöttem még néhány sort, és látszik, hogy nagyon szépen rajzolódik a minta. Ez még inkább megkönnyíti a helyzetünket, ha eddig is nem lett volna eléggé könnyű, hiszen látszik egyértelműen, hogy ez itt a sima oszlop. Sima szemet kell kötnünk, igaz, hogy dupla szemet találunk. A következő pedig a fordított oszlop, ahol nem fordítottat kötünk ugyan, hanem átemeljük ráhajtással a következő szemet. Nézzük a másik mintát is, ahol tehát nem elég a páros szem száma, ahogyan most a könyvekben láttuk, legalábbis ezekben. Mindenképpen szükség van arra, hogy a szemszám négyel osztható legyen, plusz kettő, és ehhez jön még a két szélszem. Itt tehát 5x4 plusz 2, 24 szem van a tűn. Szélszem. Indulunk 2x2-es patent mintával, sima szemekkel kezdve. Két sima. Két fordított. Ez a négy egyébként a 2x2-es patent minta egysége. Két sima. Két fordított. Két sima. Két fordított. Két sima. Két fordított, két sima, két fordított, és itt fejeztünk be tehát a négy szemből álló mintaegységet. Itt jön a plusz két szem, ami ebben az esetben két sima, és a szélszem. Ez volt az első sor. A második sor következik, ahol ismétlődő mintaegységként szintén két sima, két fordítottat fogunk kötni, de ezt egy szemmel eltoljuk. Szélszem, az ismétlődő mintaegységek előtt tehát van egy fordított szemünk. Most kezdjük ismételni a két sima, két fordítottat. Két sima, két fordított, két sima. Két fordított. Két sima. Két fordított. Két sima. Két fordított. Két sima. Két fordított. Az ismétlődő mintaegységek után pedig marad még egy szemünk, amit simán kötünk. Szélszem. Ez volt a második sor. A továbbiakban ezt a két sort ismételjük. A színén tehát két sima, két fordított ismétlődő mintaegységként, plusz két sima a végén,
A második sorban két sima, két fordított, ismétlődő minta egységként, előtte egy fordított, utána egy sima. Ezzel a mintával is az a helyzet egyébként, hogy az első néhány sor eléggé kaotikus képet mutat, de pár sor kötése után ez is szépen kirajzolódik majd. Kötöttem még néhány sort, kezd szépen kirajzolódni a minta, és ha összehasonlítjuk a mackó kötéssel, most még inkább szembeötlő, vagy most is legalább ennyire szembeötlő a méretbeli különbség, mindkettőt 24 szemen kötöttük. Itt is, a nagy mintáknál is, habár itt ugye ez két szemmel több, mint a mackó kötés esetén volt. A továbbiakban ezzel a mintával nem fogok részletesebben foglalkozni, persze nagyon jó, hogy van egy új kötés mintánk, de nyilván vigyázni kell vele, amiatt, hogy ennyire összehúzódik, de biztosan van az a helyzet, ahol ez még az előnyére is válhat. Annál részletesebben fogunk foglalkozni viszont a mackókötéssel. A továbbiakban is mackókötésnek fogom hívni, ezért is készítettem ezt a videót, hogyha esetleg valaki ezt turbán kötésként ismerné, akkor ne legyen félreértés. Nézzük meg még egyszer azt az egy sort, amit ismételni fogunk a mackókötés során. Szélszemet leemeljük. Ha simával indultunk, akkor ugye sima szemet találunk az elején, ami dupla szem. Sima, a fordított szemet nem kötjük, csak átemeljük ráhajtással. Sima, ami dupla, összekötjük, fordítottat átemeljük ráhajtással. Végig ezt ismételjük. Szélszem. Ez volt tehát a mackó kötésségben kötve, de nem sokára találkozunk a körben kötött változatával is, egy sapka formájában, ahol a páratlan sorokban ugyanezt fogjuk kötni, még a páros sorokban ez egy picit módosul majd, de minden nagyon egyértelmű lesz ott is. Ha hasznosnak találtátok ezt a videót, kérlek, lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm szépen mindenkinek, aki ezt eddig már megtette. Remélem, hamarosan találkozunk, addig is jó kötést kívánok mindenkinek.